Hello, szia! Gondoltam, hogy videózok majd nem sok mindent, valamit azért videózgatok, és de előtte még bevágom ide neked azt, amikor a Leilával mézes karácsot sütöttünk, nem karácsony előtt, hanem karácsonykor, nem 24-én, hanem 25-én. Na, ezt fogom bevágni. 25-i karácsonyi mézes karácsütés. Két ünnep között vagyunk, és most készítjük a mentes mézes kalácsot, igaz? Igen. Mert az karácsonyra nem volt, akkor beigli volt kétféle és kókuszkujó. Most pedig a Leila készít nekünk egy finom, mentes mézes kalácsot. Egyetlen egy probléma van, hogy nincsenek meg a formáink, az a Gergő lakásában van valahol, és hát ott megvan, csak nem hoztuk el. Úgyhogy linzerforma és karika. Mindegy, mert úgy rakhatunk rá tej, tojásfehér és habot, mindegy, azt mondta Leila, jó lesz így is. Ne várjuk meg, míg apa elhozza majd valamelyik nap. Ezt most kísérleteztük ki ebből a gluténmentes kenyérlisztből, és majd meglátjuk, nincs benne tojás, csak a Vex tojáspótló, nincs benne tej, csak a kokó. Mit raktunk még bele, babám? Szódabikarbonát, mézet. Úgyhogy ez teljesen tejfehérje, laktózmentes és gluténmentes. Tehát tejcukor és tejfehérje és gluténmentes lesz, és reméljük ehető. Ha igen, akkor majd meg fogom osztani a receptjét. Akkor készítünk majd róla ismétlést, és akkor készítünk egy mézes kalácsos videót. Jaj, de ügyes vagy! Jaj, de kár, hogy nincsenek itt a formák. Ha lehet, hogy ez olyan jól sikerül, mert nem csináltunk nagy adagot elsőre, hogy meg kell majd ismételnünk. Igaz? Összeírtuk, hogy mit alakítunk át, írtunk egy saját receptet, igaz, babám? Igen. Aztán most vagy dobálózni fogunk, vagy olyan kemény lesz, de nem lesz. Nem. Jó lesz. Ha? Ja, tetején meg nem lesz máz, ez van. Jó lesz ez. Oké, egy perc van még a sütési időből. Lexikém, hogyha nem feküdnél itt talán, akkor oda is tudnék menni a sütőhöz. Ja, semmi, oké, hello. Ez fantasztikus érdeke van. Ó, de gyönyörű. Ezt nem kell barnábra sütni, szerintem. Meglátjuk. Ó, tökéletes. Leila csinált egy kupac kakát, mert nem... Szóval Leilán kiszaggatta szépen, ütösen. Úgyhogy... És már akartam egyszerre sütni két tepsit. És akkor beállítom ismét az időt, és nyom-nyom. Gyere, babám, elkészült a művünk! Óvatosan, hogy ne nyomódjon össze, és szedd át őket hűlni, jó? Oké, okay. Ehhez ne nyomódj, légy szíves, mert ez még forró. Jó. Szuper illata van. Te, hogyha bírja a kezed, akkor kézzel is lehet, csak ez a vashoz ne nyúj. Próbáld meg, kézzel is lehet így gyorsan. Hogy? Ahogy neked egyszerű, vagy ahogy szeretnéd. Ó, igazi menyecske vagy. Ehhez a vashoz. Óvakodj tőle. Ó, de szuper. Jó illata van. Másabb egy kicsit a színe, mondjuk ez a fűszertől is függ, de feljött, kész, mézes kalács illata van, nyugodtan használd azt a botot, hogyha... Nem kell. Ja, az veszkező vagy, igaz? Aztán majd ezt szóra, és még nincs hely. Nem mondod, hát oldjuk már meg, old meg, hogy lesz hely? Tudja, arrébb rakjuk. Így van, önálló megoldásokkal. Egy nagy dugat csinálsz, majd megoldod okosba, nem fogom helyettet, tudod te is. Így van. Meg van még ilyen rácsom, majd a másik többsivel oda megy. Ekkora helyet csináltál ennek összeg. Drága szívem! De mászol a fa alá, felnyomod, bébi. Ó, krismis! Apa dolgozik, de nagyon náthás. Nagyon beteg, oda-vissza adogatjuk egymásnak. Ő kezdte férfi. Ó, de szép férfi náthával. De mindegy. Amire hazajön, főzöttek itt teát is. Adok neki műzött. Igazából most az ünnepek alatt annyira nem videóztam, tehát nem sok mindent, 24-én, meg utána még egyszer. És hát, el kell mondjanom, hogy 30 dekát híztam, pontosan 30 dekát, és szerintem az a két darab beigli, amit megettem, attól volt, mert semmi más ilyen édességet nem ettem, de már az is így betelített. De szerintem az egész jó, úgyhogy... Ez pipak lemegy vissza. Azért azt el kell mondani, hogy nem volt, hiába ettünk normálisan, nem voltunk full,
fullon, tehát nem éreztük azt, hogy úristen, karácsonyi bezabálás van, mert ugye ezt el kell mondanom, hogy aki glutén és tejmentesen, tejtermékmentesen étkezik, az soha nem érzi azt, hogy még ha jó nagy tányérokat eszik sem, hogy úristen, kajakómája van. Tehát ez itt nálunk már nem ismert, hála jó Istennek. Nos, az van, hogy gani van, el kell pakolásznom. Tegnap már mostam, igen, tegnap volt 27-e, és képzeljétek el, hogy volt, Ragnar lett a terítőt, még úgy is, hogy alatta volt a tányér alatt az a piros bigyó, leette a terítőt, és én elfelejtettem akkor így beáztatni, meg nem bújtam rá foltisztítót, de tudtam, hogy van nekem jó foltisztítom, és képzeljétek el, tegnap csak úgy már a száraz párolt lila káposztásba lett el egyébként, ráfújtam, és eltűnt teljesen. Tehát úgy raktam be a mosógépbe, hogy ráfújtam azt a DMS foltisztítót, Istenem, imádom, és kerestem a foltot, és nincs. Tehát nincs. Itt szárad, és hát már megszárad tegnaptól. Hát itt teregettem, mert nem akartam szárítógépezni. Többit már leszettem. Úgyhogy mindenhova is. Ha még ide is terítettem. Ha még ne. Hát cigányos ajrányok. Na, egy macska. Ott. Úgyhogy igazából még elrakom azt a pár darab törölköző, van még ott meg ágynemű, amit el kell raknom. És meg minden is. Illetve, képzeljétek el, tegnap este nekiálltam töltött káposztát csinálni, mert nálunk karácsonykor nem volt, nem akartunk annyi félét, tehát volt háromféle hús, köret, nem kellett volna még a töltött káposzta is, viszont egy hatalmas adagot 2 kiló hússal, tegnap este össze gyúztam, begöngyöltem, és egy adagot kifőztem a gyorsfőzőbe. Kíváncsi voltam, hogy mennyi idő alatt fű meg benne a töltött, mert székelykáposztát csináltam már benne, de töltött káposztát még most először. És képzeljétek, hát 20 percet rá erre raktam be, és utána még hagytam egy kicsit a gőzbe, és tökéletes lett. Azért érdekes, mert kölest tettem bele, nyers kölest is helyett, és nagyon jól megfőtt benne, és nagyon-nagyon finom. Ugyanis már Ragnarom dolgozik, és nem akartam, hogy ne vigyen kaját, meg hogy maradékot vigyen, inkább mondom, akkor most este egy adagot kifőzök, és a még 2 adag van, amit ki kell főznöm, azt pedig ma fogom, de nem akarom egybe fazékba, nem, ebbe olyan egyszerű, inkább kiszedem, újra rakom bele, úgyhogy kevés egy gyors főzőfazék, de akinek van, az tudja. Úgyhogy megmutatom ma a hűtő, ahol tettem éjszakára. Na, csak magamra szereltem egy papucsot. Ó, nagyon nagy szél van, úgyhogy most zúrni fogunk. Már is törődj vele, hoppá, meg kiesünk az ajtón. Na szóval. Ide van téve. A macskák kenejébe, annak a tetejére. És ráadta még egy tégla, hogy el ne vigye a szél. De hát olyan nehéz, hogy mindjárt kamera nélkül jövök ki érte. Rettenetesen sok a vakontúrás, nem is érdekes. Fú, trágyaszak van, gyorsan befelé már be kell zárni az ajtót picsába. Nem, és ez lószarszag, ez a lovardától. Már külön megismerem különben, amikor a tejrészet trágyázik, vagy a lovarda. Ja. Úgyhogy Leila még alszik, Ragnar pedig elment nappalra ugye dolgozni, viszont aggasztó, mert beteg. Visszaesett a láthájába, ő már teljesen jó volt. Egymásnak adogatjuk szerintem, vagy a kollégájától kapta el. Annak most 39 fokos láza van, és most otthon maradt. És Ragnar is iszonyúan csúnyán gethel köhög. Fú, nagyon aggódtam egész éjszaka. Tehát nem aludtam amúgy se, nagyon nehezen tudtam elaludni, de főleg az, hogy szegény annyira köhögött, hogy figyeltem aggódva minden pillanatát, hogy hogy veszi a levegőt, mit csinál, ilyen mértem a lázat, amíg aludt, itt van ez a fejlővős lázmérő, figyelgettem, hogyha esetleg lázas lenne, akkor felkeltsem, azt adjak neki lázcsillapítót. De nem volt láza, hál' Istennek, csak hőemelkedése. Az előbb hívtam, azt mondja, hogy jól van, csak köhög. Remélem nem lesz semmi komoly. Elmondtam neki, hogy majd a töltött kávé meggyógyítja. Jó, na, akkor nem is tudom, hova kezdjem. Ja, és képzeljétek el, 27-én reggel Kanadából, Léliától érkezett ismét egy képeslap. Annyira szép, nézzétek meg! Majd Leilának is, és hát a Leila már látta meg Ragnar is, csak ugye nem tudtunk így együtt összejönni. Annyira cuki! Drágaság. Annyira köszönjük szépen, olyan édes vagy. Jó, ja, én is küldtem neked e-mailbe, nem tudom, megkaptad-e,
Postán akartam, de ugye hát annó kérdeztem a címeteket, de hát nem adtad meg. Most látom rajta a borítékom. Úgyhogy... Ja. Na jó, van, leteszem, aztán bevarázsolom ezt a káposztát. Ja. Hát csipás is vagyok. Kikaráztam magam, de csak ugyan lájtosan. Na, mutassuk meg cicáknak, és most közben lebukott mind a kettő. Az előbb még nem itt voltatok. Na, a karácsony is macska, Jack. Szia, Lexi, megnézed ezt a gyönyörű... Ott a néztél. Na, szagminta megvan? Na, milyen a kanadai illat? Jack, megnézed? Na, nézd meg. Így a porszívó és mosókonyha közepén. Nem? Hagyjalak, mert most fantasztikus dolog. Új, megfogtad! Jaj, de cuki vagy! Tetszik neked? Hagyjam itt! Elvehetem, nem? Tetszik? Nézd meg, mi van rajta, ott a szarvas. Hm? Nem? Nem hozzádörgölősz. Nézd már! Azt a... Na, jó van. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, imádom. Majd ő is felkerül a falra, csak tényleg most már kell rendezem a dolgokat. Na, be is varázsoltam, de végén ebbe a fazékba főztem sütőbe. Meg volt, hogy tűzhelyen fazékba. Mind a kettőt szerettem, és hát ezt szerettem, a fazékba főzést nem. De most úgy gondoltam, hogy sokkal ízesebb minden, ami ebben van. Csak ugye ez kicsi. Hát ez is kétszerre fog szerintem belemenni. Úgyhogy megpróbálom belevarázsolni. Ugye este még volt itt egy kis kézi mosogatás, de már azóta megint gyűlt össze, meg ugye tele a mosogatógép, ezt ki kell majd szedjem, de hát pont nem is baj. Na, ez van. Úgyhogy átszedegetek, mert megágyazok neki egy kis ilyen négybasszal, hogy alulra. Szóval ez már így össze lett állítva. Már csak át kelljen pakolnom. Kis csinosak lettek. Hihihi. Jó, jó, jó. Meg lettek benne nagyok is. Ragnar a nagyokat szereti, én a kis csiniket. Ja. Hát igen, nem mindegy, amikor megkérdezik tőled, hány töltedéket kész, ilyen pici, vagy ilyen nagy. Egyébként szerintem nagyon-nagyon finom lett, este már megkóstoltam egyet, hogy megfőtte a köles, de hát úgy belejöttem, hogy nem csak egy kóstolás lett belőle, hanem egy komplett ilyen tölteléket megettem. Úgyhogy. Ja, azért lesz ilyen sok csinálva, azért lett 2 kiló húsról, meg egy bökre kölesből, hogy fagyasszak le belőle, tehát legyen most mára és holnapra káposzta, illetve a többi pedig 2 adagba szeretném lefagyasztani, hogy bármikor, mit tudom, januárban vagy februárban előszedjük, hogy olyan végszükség van, akkor gyorsan ki a fagyokból, és akkor másnap meg az lesz. Úgyhogy most az a tervem, hogy a húsaimat is, már nagyon sok húsom van most a fagyasztóban, szépen egyesével elkezdem feldolgozni, vagy egy napon, vagy 2 napon, tehát most hétvégén majd szerintem. Mindenből főzök valamit. Brassói lesz, meg... Na, vártok, mindjárt mondom, csak letámasztalak titeket. Na, itt vagyok közben, mert így nem jár a kezem, csak a szám. Na, szóval azt tervezem, hogy fogok... kis szalonnát is átrakjuk. Raktam le kis szalonnát is. Fogok egy ilyen húsfőzős napot csinálni. Előző nap mindent is kiveszek a fagyasztóból. Minden húsomat, és mindegyiket megcsinálom. Lesz girosz, mondjuk van girosz húsom lefagyasztva készen, de nem baj, lesz belőle az is, lesz pörkölt, akkor rántott hús, mert az is, hogyha be van panírozva, és ki van sütve, és lefagyasztod ugyanolyan, mint hogyha nem lenne, abból azt is akarok csinálni, tehát mindent is feldolgozok, akkor kész ilyen makaróni alapokat, meg akarom darált hús, paradicsom szósz, ez az amaz, az is legyen lefagyasztva nekem, hogyha esetleg kukoricatésztából valami húsos dolgot szeretnénk. Vagy ilyen makaróni hasonló dolgot szeretnénk, akkor legyen. És ez a tervem, hogy csak levest kelljen gyorsan főznöm, amikor szükség van rá, illetve köretet. Mert nagyon-nagyon sok munkám lesz, úgy néz ki. Vagyis hát tudom. És januártól nagyon dupla annyit kell dolgoznom, mert kaptam jó lehetőségeket,
új dolgokat, vagyis hát vannak új dolgok az életemben, amivel mindenképpen szeretnék élni. És ezért ezt a videózást is át kell gondolnom, hogy mi hogy lesz, mert nem akarom abba hagyni, csak majd a kommentekre fogok kevesebbet válaszolni, vagy lassabban, vagy csak belájkolom, hogy láttam, meg szívezem. Nem tudom még, hogy tudom az időmet egy kicsit tehát átszervezni a dolgaimat, mert rengeteg lesz a munkám, és az a fontos, a legfontosabb, mert abból van a bevétel, ugye, mindenkinek tudja nagyon jól, ha nincs melód, akkor nincs pénzed. És na, szóval, mindegy, és nem mondhatlak vele, meg kell találnom az egyensúlyt. Na, mutatom, hogy mit csinálok tovább. Okay. Egyébként ez a káposzta úgy készült, hogy 2 kiló darált hús, 2,5 deci bögre köles, nem megfőzve, simán, tehát feléhez felét kell használni, nagyon-nagyon jól átmosol, hogy ne legyen keserű, úgy bele masszírozva, összedolgozva a darált hússal, nagyon sok majoranna, mi majorannával készítjük a töltött káposztát, és higgyétek el, aki még nem kóstolta, azt tegye meg, mert rohadt finom. Na, majoranna, fehér bors, persze akinek nincs gyomorbaj, azt használjon feketét, piros paprikát is szoktam beletenni, sót, fokhagymát, hagymát. Na és ezt összedzsugázod, és akkor ezekkel töltöttem meg a savanyú káposzta leveleket. Illetve vett még raknár majdnem 2 kiló apró káposztát, abból is raktam közé meg rá, de hagytam meg még egy bő kilónyit a hűtőbe, mert tegnap este már vettem ki egy kis susit, abból székelykáposztát akarok csinálni, és ezt még ma meg fogom főzni, az is megy fagyasztóba, de viszont a nagy főzésre ma nincs időm, mert délután viszont nekem van egy 3-4 óra hosszás munkám, amit azt hittem, hogy majd később fogok megcsinálni, de nem, meg kell. Kihasználom a lehetőséget, hogy a Leila is ma tanulni fog, én a Ragnar nincs itthon, én gyorsan elvégzem a konyhai dolgaimat, és utána én is tudok egy kicsit dolgozni, amíg ő tanul, addig én is dolgozok. Na, igen. Jó, csapjuk már oda ezt a bigyót. Jöztök le, örele. Na, így néz ki. Úgy. Na, következő videó meg az lesz, hogy miket kaptunk karácsonyra, mert ígértétek. Ja. Na, most a lényeg az, hogy ebbe a fazékba, ezt nem kell felönteni vízzel, mert akkor nagyon vizes lesz, egy fél pohár víz elég bele. Ha mindjárt keresünk egy fél poharat. Na, itt van. Jó. Na, szóval fél pohár víz elég. Jó legyen 3/4 a biztonság kedvéért. De ebben nem szokott leégni ebbe a tefátosztuszba semmi. Ja. Úgyhogy beleöntjük a... Így. Szóval nem is látod, hogy rajta van, de nem kell több. És akkor lefedem, aztán 20 perc. Én ragú programon csinálom. Ezt a szemetet, ezt alig tudom néha rátenni. Már bánom, hogy nem feketét vettem, mert képzeljétek el, hogyha bármi elszínezi, nem tudod leszedni erről a műanyagról. Tehát mit tudom, hogy megy egy pörkölt zaft, és azonnal nem törlöd le, akkor aztán ott marad a színe. Na, én ebben szívok állandóan ebben a tetővel, de hát... Jó, most sikerült rátennem a tetejét, hihetetlen. Na, aztán ha ez kész van, akkor mehet a következő adag. Nem, nincs rajta rendesen a teteje. Ha már, beteszlek már. Hát mi van ebben? Nincs is rajta a teteje. Hát mit akarsz te? Vaj, annyira? Na most jó? Nem jó. És most? Oh, megőrülök ettől a tetőtől, komolyan. Jó, ez már melegíti, nem? Ja. Na. Jó munkát. Szia, Lexi. Szia. Jack! Hát te mikor kusztál ide? Karácsonban. Felkapcsoljam neked a világítást, drágám. Tessék. Jaj, hát itt kell lennie neki kis cicának. Ezt szeretted volna. Jaj, ide se nézzél. Ja, na, mondtam már, de szerintem igen, hogy holnap fogom
felvenni, miket kaptunk videót, de mert azt akarom, hogy a Ragnar is itthon legyen, és ugye ma, majd csak késő este jó haza. Beteg is, én nem akarom vele, hogy ebben nem akarom, hogy ebben foglalkozzon. Viszont este, ha hazajön, akkor nagyon gyorsan egybe fogom dugni az uramat, főzök neki gyógyteát, meg kap mézet, narancsot, gyógyító ölelést, aztán remélem minél hamarabb meggyógyul. Ahol ezeket a szekrényeket is úgy ezt tapogattuk, le kell súroljam valamikor. Tehát na, gyertek fel. Úgyhogy eltelt nálunk is a karácsony, itt volt após pajtás. Kimentünk 24-én ebéd után, Geri is, após is, Leila, Ragnar, én, kimentünk a Dunapartra sétálni, hatalmasat sétáltunk, rettenetesen jó idő volt, és hogy átnéztünk Szlovákiába, képzeljétek el, nálunk árnyék volt Szlovákiában, meg gyönyörű fény volt végig ott az erdő széle, vagy tehát a part mentén végig bevilágított a nap, valami csodás volt, és annyira sajnáltam, hogy nem vittem a kamerát, de nem akartam, mert úgy voltam vele, hogy tök jó, beszélgetünk, sétálunk, nem akarok kamerázni. Telefon volt nálam, arra eszem nem volt, hogy felvegyem, bár Ragnar telefonnal fotózta szembe a tájat. Úgyhogy gyönyörű volt. Ja. Tegnap sütöttem kenyeret is, hajdinásat? Köles hajdina keverékből. Abból is fagyasztok le. Úgyhogy is fagyasztottam le. Két kenyeret sütöttem, egyiket felszereteltem, és akkor ilyen 5-6-os szeletekkel fagyasztom le most már. Gerileg is adtam, ő is vigye fagyassza le. Végszükség kenyérnek. Igen, végszükség kenyérnek. Most meg ebből a kenyérlisztből akarok még majd Leilának, ő azt teheti, mert az rizslisztből van. Itt bagetteket, meg kifliket készíteni, mert neki hajdina meg köles hányása van. Egyébként elmondanám, hogy ebben a töltött káposztában rohadt finom volt a köles. Tehát én tudjátok, hogy én nem szeretem a kölest. Viszont így a paradicsomos húsgombócban is nagyon-nagyon finom, és mi ez? Töltött káposztában is rettenetesen finom. Nem is értem, hogy miért csináltam egy rizssel. Annak idején az én anyám és nagyanyám gerslivel csinálta. Aztán én is csináltam egy időben gerslivel, de aztán megmodernizáltam magam, alattam a korra a rizs bele. De szerintem jobb lett volna, ha megmaradok annól a gerslinél, de viszont így ez a köleses, ez nagyon finom benne. Próbáljátok ki. Szerintem. És jó, mert ebbe a kuktába 20 perc alatt kész is van. Na jó, akkor én elhúzok. Jack az kész. Ott fekszik és nézi a díszt. Elpakolom ezt a halmot innen. Bár lehet addig nem zörgök, bár mindegy, a Leila alszik, akkor alszik, nem fogok már. 11:30 van Lábújhegyen beszélni, meg fel kell. Lehet, hogy tanulós nap van, aztán nem akar felkelni. Nem, este sokáig volt fenn, meg volt neki engedni, hogy jó sokáig fenn legyen. És ilyenkor most egy pár nap ilyen van. Aztán már jövő héten kezdődik neki az edzés. Ja, úgyhogy be kell vinnünk Győrbe az arénába. Jó van, ennyi. Ja, és meg egy rohadt fontos információ, sem vagyunk káposztával kapcsolatban. Hát képzeljétek el, hogy nekem állandóan ment tőle a hasam. Tehát én akkor tudtam megenni a káposztás dolgokat, ha megvan főve. Tehát töltött káposzta, káposztás, paradicsomos káposzta, káposztás, káposzta, székely káposzta, akármilyen lucskos káposzta, cigánykóposzta, bármit, tehát sem vagyunk káposztát, én csak úgy tudtam megenni, hogyha megvan főve. A nyersen egy picit is bekaptam belőle, de az 4-5 szál kis káposzta, azonnal ment a hasam. És képzeljétek el, tegnap olyan félvedem, ami én akkor is belemászok a savanyú káposztába, semmi bajom nem volt hasmenés. Úgyhogy szerintem ez is összefügg avval, hogy andó glutént és tejet is ettem, és úgy ettem a káposztát, és akkor nem bírt a gyomrom, vagy én nem, én fogalmam sincs. De valami ilyesmire gondolok, nem? Tudja fele? Ja. Na, jó van már, de csak na, dumálok, aztán semmi nem halad. Na, feltámadta Leila, úgyhogy készítek neki reggelit. Kis pirít.
egy kis pirítós, ebből a sárkenyérből, szokott itthon lenni olyan is, nem csak, mert már neki elege van abból, amit én sütök, ebből a hajnás megkoresesből, néha azt is szokott tenni szendvicsnek, de viszont pirítósnak ez finom. Az olyan keselnyés ízű, hogyha pirítósosnak csinálod meg, nem tudom miért, úgyhogy, de szerintem ez már jó is lesz. Ilyen. Ups! Ja, úgyhogy gyorsan elő egy tányért, és akkor meg vajjal kéri sonkával és uborkával. Ez lesz a reggelje, illetve iszik a vizet, mert nem kérte ját. Nem baj az. Na. Kókuszvaj. Kókó. Ez megy rá. Teljesen nagyon jó ízlet, mint a teavajnak egyébként. Már miért már letölt belőle egy darab, hát ezt meg kell kapjam. Jó, ez finom. Nekem is ilyet kéne reggelizni. Bár nem szerintem 11-10-kor nem reggelizem. Na, mindjárt bédelek. De mondjuk nekem ez a sárkenyér, ez nem való. Ugyanis rizsliszből van, és nekem a rizsliszi jó túlistás. Na, azért... Na. Kicsi vaj. Vissza. Akkor megvan, mi kell iborka. Haját vágjam le, vagy úgy legyen? Leila is nagyon úgy szereti a uborkát, hogy nincsen levágva a zöld. Hát, így elég felfújós, de úgy egy zöld szeretik. Szerintem. Jó, megmosom aztán. Hoppa, repül. Azt meg. Miért kezd így bezacskózni, nem tudod? Na, meg van mosingba, masingozva. Aztán én meg rávágom. Sózom jó kis Himalája sóval. Öntök neki egy nagy ibrik vizet. Jaj, a macskáknak még ki kell cseréljem a vizét. Ahogy felejtettem én azt el. Na. Kis só. Ó, találtam lehet a nagyon jó sószórót. Január az lesz a következő projektem, hogy veszek. Vagy sótartót, na. Meg most. Nézegettem ízben, most van pont 60%-os leárazás törölközőkre is, meg mindenre is. De pont amit én szoktam venni, ami nekem van itthon a régi ilyen szürkék, kéztördök, azok akció nélkül annyiba kerülnek, mint az akciós ugyanaz a méret. Mindegy, majd elmegyek valamikor, szerintem csak januárban, gondolom akkor már nem lesz akciós, és vennem kell még törölközőket. Szénszéről nem rendelek többet, nagyon jók azok a törölközők. Amiket online rendeltem, ilyen feketéket, nagyon-nagyon jó netszívó. Csak azt vettem észre, ugye miután a szállítógépben minél többet használod, annál jobban veszít a netszívó képességéből, és a ízkesek pedig nem. Az ugyanúgy szívja a nedvességet a szállítógépezés után is, a többszöri szállítógépezés után is. Kész a reggelit, baby! Piros vagy aranyat kérsz rá? Nem. Jó. Meg adok neked akkor inni, még valami karácsonyi bögrébe, mert még Christmas van. De. Hm? Adok karácsonyt, jó lesz? Aha. Na, legszik ilyen, hát rájönj meg a fal, vagy a mini egeres. A boldog karácsony. Jó. Jóit hagyja, drágám. Ó, az jutott eszembe. Hát írjátok meg nekem kommentbe, hogy szerintetek mi volt abban a dobozban. Aki követi a csatornát, tudja, miről van szó. Mi lehetett a karácsonyi dobozomban, mert majd következő videóból ki fog derülni. Úgyhogy írjátok már le kommentbe, hogy ti mire gondoltok, hogy mi lehetett a dobozba. Azt tényleg látjuk, lehet valakinek bejön az. De szerintem senki nem fogja kitalálni. Hát erre nagyon kíváncsi vagyok. Na, akkor írjátok le kommentbe, hogy mi volt a dobozban szerintetek.